leukémiák kialakulása sokféle tényezőhöz köthető. Ismerünk olyan genetikai állapotokat, amikor veleszületett kromoszóma zavarok, kromoszóma eltérések vannak, például a Down-szindróma, amikor is bizonyos akut leukémia fajták előfordulása jóval gyakoribb az átlagosnál. Tudjuk azt is pontosan, hogy például a ionizáló sugárzások, radioaktív sugárzások megnövelik a leukémiák kialakulásának a veszélyét. Tudjuk azt, hogy részben a Csernobili katasztrófát követően, részben pedig a hiroshimai, nagaszakai atombomba robbanását követően a sugárterhelést elszenvedett emberekben évekkel a sugárterhelés elszenvedése után is alakultak ki leukémiák, és bizony ez évtizedeken keresztül is megfigyelhető volt, és sok esetben ez a terhes anyák gyermekeire is vonatkozott. Tudjuk azt, hogy bizonyos tényezők, kémiai anyagok is rákkeltőek. Például ide tartozik a benzol, ami az egyik legrégibb orvos krimiben is tulajdonképpen már a első oldalon megjelenik, aztán a műcselekményén végig is vonul. Tehát kémiai anyagok is okozhatnak daganatos megbetegedéseket, leukémiát, és vannak vírusok, amik a szervezetnek az immunvédekezését legyengítik, például a humán leukémia vírusok, amelyek a szervezet saját védekező rendszerét károsítják úgy, hogy a naponként bennünk akár százával is kialakuló kóros mutációkat nem tudják semlegesíteni, és ezért alakul ki a szervezetben daganatos betegség, nagyon gyakran a leukémia. Azt is tudjuk, hogy veleszületett immungyengességek bizonyos formáiban a leukémiák jóval gyakrabban fordulnak elő, valamint el lehet azt is mondani, hogy szerzett immunvédekezési zavarok esetén is fordul elő leukémia. Ez legyen például egy vírusfertőzés, például egy AIDS-betegség kapcsán kialakuló immungyengeség, de az is lehet, hogy egy más betegség kapcsán az orvosi tevékenységgel mi alakítunk ki egy olyan immunműködési zavart, aminek a másodlagos következménye lesz egy leukémia. Sőt, gyakran egyéb daganatos betegségek kezelése kapcsán alkalmazunk olyan gyógyszereket, amelyek a szervezeten belül fokozzák a leukémiák kialakulásának a veszélyét.